Köszöntjük Önöket, ez a Bonjour, mi már úton vagyunk Sebivel, és mai állomásunk, célállomásunk Eger lesz. Itt van végre az ősz, egy dolgot jelent ez nekünk, szüret lesz. Te szeretsz szüretelni? Én nagyon szeretem a szüretet, de bevallom, hogy kézi szüreten, úgyhogy én szüreteljek, én vágdossam a szőlőt, még sosem vettem részt. Hát látom, hogy a szetted is inkább olyan traktorvezetős, de ahol jövünk, a Szent Andrea szőlőbirtok, úgy tudom, kizárólag kézzel szüretel, és bizony, hogyha a szüreti napot fogunk ki, már pedig erre jó esély van, akkor bizony be fogunk állni. Mai főszereplőnk az Egri Bikavér lesz, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Kezdünk! Mai adásunkban mi a Sebivel nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint hogy megismerjük az Egri borvidéket és az Egri Bikavért. Én azt mondtam neki, hogy szerintem érdemes itt kezdeni az Egri várban ezt az utat. Milyen kulturális programokba pillanthat be az, aki eljön hozzátok? Itt az előbb hallottam puska ropogást is. A puska ropogás és a puskaporos hangulat úgymond mindennapos nálunk itt az Egri várban, hiszen dobóvárkapitány és a hős egri védő kultuszát ápolni nekünk kötelességünk, és minimum 3 éjszakát érdemes eltölteni azoknak, akik ide jönnek ebbe a csodálatos barokk kis gyöngyszemvárosba, hiszen magát az Egri várat legalább egy nap mire felfedezik. Isten nevében tűz! Hogyan jelenik meg a borkóstolása az egri vár életében? Vannak kifejezetten borkóstolók? Számos olyan egri borász partnerünk van, akik a borkóstoló során szívesen hozzák föl ide a vendégeiket, és akár egy pohár borral a kézben az akna figyelő folyosók, vagy közismertebb nevükön kazamata járatokon keresztül ismerkedhetnek meg a hely szellemével és történetével. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy 2017 márciusában éppen itt a történelmi falak között vált hungarikummá az Egri Bikavér, amelynek nagyon örültünk, és minden évben, március 15-én innen az Egri várfalai közül indul útjára az úgynevezett Magnum palack, ami az új Egri csillagot tartalmazza, hiszen itt Egerben egy újabb zászlós bor született nemrégiben, ami ugye az Egri csillag nevet viseli, ez az Egri Bikavér fehér bor párja, úgyhogy ez mindenképpen fontosan köthető ide az Egri várhoz. Az Egri várból az utunk a már emlegetett Szent Andrea pincészetbe vezet, amely zászlós hajója az Egri Bikavérnek. Az ideérkezőt már az ajtóban az egyik legfrissebb és legrangosabb kitüntetés címere fogadja. Indokolt a nagyság, mert ez valóban az olimpiai aranyéremmel ért fel nagyjából itt a borvilágban. És minden évben megszervezik ezt a hatalmas nagy versenyüket, a Decanter World Wine Awards-ot, és nagy örömünkre, meg nyilván a borászat nagy örömére is, ahogy látod, 2021-ben a Best in Show díjat kapta, ami azt jelenti, hogy az összes aranyérmet elnyert bort szakértő zsűri, és ebben nagyon komoly doktor wine-ok vannak, ilyen Master of Wine arcok, újra kóstolják, és ezek közül kiválasztják az 50 legjobbat. Gondolod, hogy 18 ezer benevezett borból. Szinte felfoghatatlan ebből kiválasztani. Már eleve nagyon kevés kap aranyérmet, és akkor az aranyérmesek közül a legjobb 50 kapja meg ezt. Tehát gyakorlatilag a csúcsra ért a Szent Andrea ezzel a díjjal. Egy bikavérrel nyerte el ezt a díjat. De kérdezzük meg szerintem Lőrinc Györgyöt, a borászt. Minden tudója a bikavérnek, akkor ezt látom, hogy itt hozzánkban a bikavér. Ja, jól látom, akkor már itt vár minket, úgyhogy meséljen ő tovább erről a díjról. Nagyon sok dűlő van mindegyiken. Jelen vagytok, és mindegyiken tudtok ilyen minőségű szőlőt termeszteni? Nagyon érdekes, hogy Magyarországon Egerben van a legtöbb jegyzett dűlő, 71 dűlő van. Vannak olyan dűlőink is, itt látható például a Kiseged, vagy Messzes Pala,
ahova majd megyünk a Nagy Eger, az tengerületékes mészkő, és ilyen érdekességek vannak. Egy kis kagyló. Így van. Tehát elképesztő. Na, ezen fogunk majd zarándokolgatni. Nyilván ez változatos, valahol sziklásabb, valahol csak ilyen törmelékes. Ennek megfelelően nagyon nagy hatással vannak az ízre is, a karakterre, a struktúrára, úgyhogy hát gyönyörű így dolgozni. A Szent Andrea szőlőbirtok és pincészet családi vállalkozás. Apa és fia együtt dolgoznak azért, hogy a legjobb minőségű bor kerülhessen a palacba. Ifjabb Lőrinc György a szőlőben vár minket, ugyanis szüret van, és ezekért a munkálatokért ő felel. Talán a legjobbkor jöttünk, mert szüreti időszak van, és hát bikavérezünk, mi más legyen a témánk itt Egerben. És hát ez egy ritka pillanat, amikor így látjuk a bikavért. Megmutatod, hogy miket hoztál, és egy picit beszélünk a szőlőfajtákról? Természetesen. Az első és legfontosabb fajta az összes bikavérnél a kék frankos. Valójában ő a gerince a bikavérnek, és ezt a szőlőfajtát próbáljuk meg feldíszíteni más fajtákkal, hogy a lehető legeredetibb és utánozhatatlabb bor tudjon megszületni, de maga a komplexitás, maga az egriesség és egy elképesztő, izgalmas, vibráló sapszerkezet, amit a kék frankos bele tud vinni a bikavérbe, mi ezt nagyon-nagyon szeretjük. 30-65% között kell lennie a kék frankosnak minden esetben, és ugye minimum 4 szőlőfajtának benne kell lennie a bikavérben, és minden esetben a kék frankosnak kell az összes fajta közül a legnagyobb arányban a borban benne lenni. Akkor itt van a bikavér alapja, gerince. Mivel díszítitek ezt fel, és milyen százalékban ti mire esküztök? Hát mi nagyon-nagyon szeretjük használni a kékfrankos mellé a merló szőlőfajtát. Ugye a kékfrankosnak ez a picit ilyen vibrálóbb, savasabb karaktere nagyon szépen tud egyesülni a merlónak a picit puhább és bársonyosabb karakterével, úgyhogy mellé mi minden egyes bikavérben használjuk. Szerintem az egri borvidéken még nagyon fontos szerepe van a bikavérben a Cabernet Franc-nak, úgyhogy őt is szeretjük, a pici fűszerességével, komplexitást is tud belevinni egyébként a borba. És hát mellette, hogyha még egy fontos világfajtát kell megemlíteni, akkor szerintem a Syrah az nagyon fontos. Mi nem mindegyikhez, de azért nagyon sokszor használjuk. És hát alapvetően még 2 fontos szőlőfajta lenne, amiből egyet tudok mutatni, mert a másikat azt már leszüreteltük. Ez a kadarka. És hát a világ legérzékenyebb szőlőfajtájáról beszélünk. És hát az a szőlőfajta, ami kimaradt, az pedig én nagyon-nagyon kedvelem és nagyon szeretem. Ez a Pinot Noir egy szép alapot tud adni az egri bikavérnek, azzal a szellemmel, hogy tényleg egy nagyon jó karakter. És ez a kérdésem, hogy lesz-e a szövetségesem, és hogy Sebit egy kicsit bevetjük-e a terepre, tudsz-e nekünk adni esetleg szüretelési feladatot, hogy ezért ne csak a kóstolgatás jusson mindig a Sebinek, hanem egy kicsit azért a munkából is vegyük ki a részünket. Van rá lehetőség? Abszolút, mindenféleképpen. Én nagyon-nagyon javaslom, mivel a Sebi egy nagyon erős és izgalmas karakter, hogy egy hozzá passzoló folyamatot és munkát próbáljon ki. Egy nagyon szép zöld puttony tudok neki felajánlani, és szerintem megpróbálhatja itt ezen a, hát kicsit meredek részen, de a Szent Andrea Fitness-t. Na, hát akkor menjünk, és ez jól hangzik, Szent Andrea Fitness, ezt megjegyzem. És te, Sebi, mennyire vagy bikavéres? Szereted a bikavéres? Könnyékig. Könnyékig? Igen. Nagyon szeretem, különösen a Gyuriékét, de amúgy is szerintem egyre jobbak ezek az egri bikavérek, egyre könnyedebbek, egyre jobb inni őket, tehát már rég nem az van, mint mondjuk 20 éve, hogy borsózott a hátad, nem jó értelemben, hogyha egri bikavér szót hallottad. Szerintem egy 5-10 éve már tök jó. Imádom őket. Ez már megtett. Akkor ezt akkor most fogod a kezedbe, és irány a hegy teteje. Büszkélkedni fog a következő Szent Andrea Nagy Eger hegye. Benne van a berejtséked is.
fix receptekkel dolgoztok az egyes bikavéreiteknél, vagy ez évről évre változik a kóstolások során, hogy most melyikben milyen szőlőfajtát tesztek milyen arányban? Gyakorlatilag megpróbálunk nagyon tudatosan gondolkodni, ez azt jelenti, hogy ez alatt a néhány év alatt vannak tapasztalatok, hogy melyik termőhely milyen értékű gyümölcsöt ad. Ezeket bekategorizáltuk, és úgy termeljük, hogy a különböző kategóriájú minőségi szintű bikavérekben legyen. Nyilván egy dűlősbornál a fajtakör adott. Ugyanakkor persze ott vagyok én is, aki elrontom mondjuk egyiket vagy a másikat. Nyilván az évjárat is valamit befolyásol, és ennek megfelelően az arányokat változtatnunk kell, hogy a legegyensúlyosabb, legizgalmasabb, legnagyobb élményt adó bor születhessen meg. Szóval ez egy ilyen összetett játék, soha nincs két egyforma házasítás, nyilvánvalóan ez soha nincs két egyforma évjárat. Mennyire fontos a ti életetekben a hit? Elképesztően fontos. Próbáljuk ezt az egész hivatást, és nyilván az egész életünket milyen hittel megélni, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakma, amiben úgy igazán érzi az ember, hogy mennyire közel van a természethez és a teremtőhöz is, hogy mennyire fontos az, hogy az ő áldása rajta legyen a munkánkon és az életünkön. Szokták édesapukámat Máriás borásznak is hívni, mert olyanok vagyunk, hogy lépten nyomon, amerre járunk, Szűz Mária szobrot emelünk, ezért is van mondjuk itt a birtokunkon is több helyen, fent a Nagy Egethegyen is, vagy akár a Boldogságos Dűlőben, és mindegyik szoborra rá van írva az, hogy neked váljuk Isten szülőn minden munkánkat, mert úgy gondoljuk, hogyha van egy ilyen pártfogónk a Jóistennél, akkor nem érhet minket olyan baj, amit ne tudnánk átvészelni. Talán ez az aprócska kis mondat leírja az egész hozzáállásunkat, hogy mi nem készítjük ezeket a borokat, hanem világra segítjük. Hogyan dől az el végső soron, hogy ezekből a borokból lesz végül a Nagy Egethegy, ezekből meg a Merengő, és még van három másik bikavéretek? Ketten gyakorlatilag lejövünk a pincébe, egy krétával, két pohárral, nyilván kiköpülve, de azért az 50. hordó után elég magas gondolatok szoktak megjelenni bennünk is, olyankor tényleg azt érezzük, hogy megváltjuk a világot, és hordóról hordóra újra szerelmesek leszünk az egri borvidékben. Tényleg az van, hogy minden egyes hordónál megállunk, és akkor megbeszéljük. Folyamat egyébként többszörös, tehát többször megyünk, nyilván több nap is kell. Azért mondjuk tételezzük fel 250 hordot végigpostolni, és amikor a végén tényleg eldől, hogy ne ez abba a témakörbe kerül, akkor ezeket a hordókat összefejtjük témakörönként, tehát például Nagy Eged Kék Frankos, Nagy Eged Szirá, Nagy Eged Merló külön-külön, és akkor jön egy következő forduló, az arányok. És utána tovább menjünk, hogy ez tényleg bejött, ha nem, akkor egy kicsit finomítjuk. Napunk elején már szó esett a pincészet rangos kitüntetéséről, így nem maradt más hátra, mint hogy a dekanter győztes Nagy Egethegy bikavér kerüljön a pohárba, amely számunkra is igazi megtiszteltetés. Hogyha jelzőket, vagy egy-egy szavakat kellene mondani szót, akkor a harmóniát mondanám, és végül is az ilyen nemzetközi kóstolásokon ugye ezek a legfontosabb dűvszavak, hogy harmónia, egyensúly, intenzitás, nagyon nehéz kiemelni dolgokat, csak azt érzi az ember, hogy olyan komplex, gazdag, minden ott van, de mégsem harsány. Igen, ezt érezzük mi is Egerrel kapcsolatban, és talán egy mondattal is le lehet ezeket a borokat írni, hogy ezek légyesen nagy borok tudnak lenni. Tehát, hogy érzi az ember, hogy van benne azért termőhely, van benne komplexitás, de mégis úgy egyszerűen finom meginni. Most ugye a csúcsra értetek, lehet mondani, hogy egy egri bikavér lett a világ egyik legjobb bora, a legnehezebb, hogy meg lehet-e ismételni ezt a szintet. Minden évjáradon megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a gyümölcsökből és azokból az ajándékokból, amiket mi kapunk. Ebben az évjáradban valami nagyon különleges dolgot kaptunk, de az biztos, hogy nem csak a saját erőnkből sikerült, hogy ez a bor
ilyen lett, hogy egy alig 20 éves birtok a saját tapasztalatából már ennyi idő alatt egy 97 pontos bort megtermelt ezen a Decanter borversenyen, ami valójában egymást is így bíztatjuk, hogy ettől nagyobb dolgot borversenyen nem nagyon lehet hozahozni Magyarországnak és Egernek, és ez egy szerintem egy nagyon-nagyon nagy kiváltság, hogy most valójában Magyarország és Eger is felkerült a világ bortérképére újra. Bikavér túránk végén nem maradt más hátra, mint a vaktesztünk, akik pedig a bor párbajban meg fognak mérkőzni, az nem más, mint Nagy Sebestyén, valamint Kézdi Dániel. Beindul ma is a kockás inges csapat, most már csak azért is ebbe jöttetek? Megfogadtuk a tanácsodat, igaz, olyan jó bejött múltkor, hogy ha meddig menetelünk, lemon veszünk. Legyen igazatok, legyen sikeretek, én ezt mondom, maradjon a kockás, és hoztam is három bort, három bikavért, és három igazán különböző kérdést. Az első pedig az lesz rögtön, hogy ez a bikavér az egri, vagy pedig szexádi. Lássuk, hogy mit tud ma a kockásing. Ilyen küvénél azt meghatározni, hogy melyik borvidékről származik, még nehezebb, mint hogy egy fajta borról beszélnénk. Bár hogy az illatában én már azért érzek olyat, ami esetleg az egyik irányba terelne engem, inkább északabb fele, inkább Eger fele. Az egri az nekem érettebb, mélyebb gyümölcsösséget hoz, tanninosabb egy picit, még a szexádi az gyümölcs hangsúlyosabb és könnyedebb. Mi az első benyomásod? Most már meg is kóstoltad, Dani, a bort? Én alapvetően most egy kicsit elbizonytalanodtam, mert ugye illetve azt mondtam, hogy inkább észak felé haladnék, viszont ez a gyümölcsösség, ez a koncentrált gyümölcsösség, és ez a fűszeresség abszolút megvan ebben a borban. Tehát nekem most ez inkább szexuálisnak tűnik. Azért tanninos ez a bor. Tehát a tipikus szexuádi az nekem, szexuádi bikavér az egy ilyen könnyed, ugye gyakran van benne egy kis kadarka is, világosabb, sokszor a szín. Hú, ez nagyon nehéz. Telefonos segítséget kérhetünk valakitől? Ki lenne, akit felhívtál? Valamelyik egri borász. Én meg valamelyik szexádi. Én azt gondolom, az illat miatt el tudom engedni szexádat, és hogyha közös megegyezésre törekszünk, akkor legyen Eger, legyen a tippünk Eger. Akkor nézzük, hogy megvesz-e a kockásingesek első pontja a mai nap folyamán. Egerből hoztam nektek egy soltész bort, egy soltész bikavért, úgyhogy ez egy egri bor volt, sőt egyébként egy kis érdekesség, hogy egy Bukta Imre festmény díszíti egyébként az üvegünket, ami egy ritkaságnak számít. De lássuk, hogy akkor a második ponton az meg lesz-e. Hány szülőfajta házasításából készül ez a bikavér? 4, 5, vagy pedig esetleg 7-8? Lotto. Nehéz kérdésnek számít? Tehát mondjuk az, hogy 4, vagy pedig 8 szőlőfajta van egy borban, az egy ilyen kiérezhető különbség, vagy itt már annyira dominál, meg annyira harsog minden íz egyszerre, hogy beazonosíthatatlan szinte ez a különbség. Ugye az már elhangzott, hogy legalább 4 fajtából kell összeállni a bikavér nevű küvének, aminek a fő alkotóeleme a kékfrankos. Szexádon gyakran kadarkát is tesznek bele, de mind a két borvidéken jellemző, hogy Cabernet Merlot, tehát ez adja az alapot. Igen, vannak ilyen festőszőlők, amiket pár százalékban tesznek csak bele, hogy színt adjanak neki. Egyébként hozzáteszem, hogy egészen sötét színű ez a bikavér. Tehát, hogy arra azért tippelnék, hogy az említett festőszőlök valamelyik benne van, mert egészen fekete a színe, és akkor a 4-től már elkanyarodnék. Én elég komplexnek érzem ezt a bort, és abszolút érződik rajta például a turánvonal is, mint a Sebi is mondott. Én azt gondolnám, hogy ez inkább a nagyobb fajta szám fele hajt minket. Ugyanakkor ezt úgy is össze lehet hozni, hogy egy erős kékfrankos maggal, egy kis turánnal, és mondjuk két cabernével meg is van szerintem ez a bor. Tehát, vagy egy kis Pinot Noir, vagy egy kis Pinot Noir-t az egriek szinte mindig tesznek bele. Még a Syrah meg kiérződik gyakran. Nekem a Syrah is eszembe jutott. A tippelni kéne, én azt mondom, hogy a nagyobb 7-8 fele hajlunk, és igen, ez jó esélye a legjobb. Lássuk
egy szexárdibi kavért kóstoltatok, tehát itt az egria az egy kicsit tévút volt, és hát 4 szőlőfajta házasításából származik ez a bikavér. Eddig olyan jók voltunk. De még nem, semmi nem veszett. A harmadik borunknál a kérdés az, hogy ez egy klasszikus, egy superior, vagy pedig egy grand superior bikavér, amit kóstoltok. Talán a klasszikus és a másik kettő közötti különbség az nagyobb. Ugye itt a hordozottság foka a kérdés. A klasszikus elég csak legalább 6 hónapot érlelni hordóban, míg a Superiornál és a Grand Superiornál ennél jóval többet ír elő a szabályozás. Viszont az, hogy dűlőszelektált vagy nem, azt mondjuk a szén és az írat alapján lehetetlen szerintem megmondani. Tehát, hogy Superior vagy Grand Superior. Így van, ízben már egy kicsit talán közelebb leszünk, de azért ahhoz is eléggé fel kell kötni szedomagyánkat. És, hogyha egy borász jól használja a hordót, azért ugye nem feltétlenül kell ezt kiérezni, pont akkor ügyes, hogyha... Finom ez a hordó használat. Amit most kóstoltok, ez mennyire ezt az elegáns vonalat képviseli? Ez egy ilyen erőteljes, hordozott nagy vörösbor, nem pedig a fineszről és az eleganciáról szól, tehát nem tartja el a kis ujját. Én egy komoly koncentrációt érzek a borba, ezért azt gondolom, hogy ez nem klasszikus kategória lesz. Viszont nem feltétlenül gondolnám, hogy ez egy dűlőszelektált étel. Akkor megegyeztek abban, hogy a középsőt választjátok a Superiort? Szerintem igen, majdnem ugyanazt mondjuk. Akkor jöhet a leleplezés. Közös döntése volt. Lássuk, hogy jövő héten is kockásinkbe jöttek-e, vagy nem. Sajnálom, most pontot nem nyertetek. Gál Tibornak a Grand Superior borát kóstoltátok. Szomorúbb lettem volna, egy klasszikus mutatsz, az, hogy Superior vagy Grand Superior. Bár mondjuk, hogy klasszikus lenne ez a szint Magyarországon, akkor 3 kartot vennék azonnal. Azért egy pontot szeretetek a mai nap során is, és jövő héten Kék Frankossal fogjuk folytatni a vaktesztelést. Újinkben, és új sikerekkel. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra! A vaktesztet a Bor és Más támogatta. Autóban partnerünk a Premium Car Outlet, az ön autó értékesítője.